Vágják a reflektortartó acéloszlopát, ez a bontás egyik leglátványosabb része. A tartószerkezetet zsiráfnak nevezik. Skardelli György, az új stadion tervezője magyarázza, hogy miért. Ha oda nézünk, ott még áll az a rész, úgy néz ki, mint egy zsiráf. Van neki négy lába. A bontás októberig tart, 50 ezer köbméter betont és vasbetont szednek szét, a törmelékkel 13 úszómedencét lehetne megtölteni. Megmozgatnak 170 ezer köbméter földet, ez 5 városligeti királydombbal megegyező mennyiség. Mindez 4 milliárd forintba kerül. Legalább 30 gép dolgozik, kézi emberek, és gyakorlatilag hát ez a februártól októberig tartó elhúzódás azért ezt az összeget felemészti. Az első tervek szerint az új stadionban lett volna egy 180 fős szálloda, diagnosztikai labor, üzletek, éttermek és egy látványos futópálya a tetőn. Hivatalosan 100 milliárd forintba került volna az építkezés, de becslések szerint 150-180 milliárd sem lett volna elég. A kormány ezért tavaly úgy döntött, hogy új terveket készített, nem lesz se szálloda, se konferencia központ. Eltúlzottan nagy méretű volt, az épület eltúlzottan drága volt, és nagyon bizonytalan volt a megvalósítási ideje. Az új Puskásban 2020-ban 4 Európa-bajnoki foci meccset játszanak. Korábban az is felmerült, ha Budapest rendezheti a 2024-es olimpiát, akkor a focin kívül más versenyszámokat is itt rendeznek. Ehhez azonban meg kellett volna hagyni a futópályát. Azok az előírások, amiket be kell tartani az UEFA, illetve a FIFA felé, azok nem teszik lehetővé az atléti pálya elhelyezését a stadion körül, a küzdőtér körül. Végül tavaly decemberben véglegessé váltak a tervek, így várhatóan 2019-ig egy 63-65 ezres labdarúgó stadion épül körülbelül 100 milliárd forintból.